Megtorlást ígért Moszkva a Fekete-tengeren történt ukrán támadások után. Az orosz külügyminisztérium terrortámadásnak minősítette az orosz tartályhajó elleni akciót. Hajnalban az orosz légierő rakétacsapásokat mért Ukrajnára. Ukrán források szerint Harkiv megyében találat érte egy vérellátó központot. Légiriadó volt egész éjjel Ukrajna keleti és déli részén, miután kijevi források szerint az oroszok rakétákkal és drónokkal intéztek támadást több ukrán település ellen. Hajnalban a fővárosban is megszólaltak a légvédelmi szirénák. Az ukránok szerint az oroszok a Kaszpi és a Fekete-tenger térségéből indítottak támadást. Állításuk szerint az ukrán légvédelem több tucatnyi drónt és cirkáló rakétát megsemmisített. Éjszaka orosz irányított rakéták csapódtak egy vérellátó központba, a kelet-ukrajnai Kupjanszkban. Sebesültek és halottak is vannak, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közösségi oldalán közzétett fotón tűzoltók láthatók egy lángoló épület előtt. A Reuters hírügynökség egyelőre nem tudta ellenőrizni a felvétel hitelességét. Moszkva még nem reagált, ám korábban visszautasította, hogy polgári célpontokat támadna Ukrajnában. Oroszország ugyanakkor megtorlást ígért a Fekete-tengeren történt ukrán támadások után. Az ukránok szombatra viradóra a Krím közelében tengeri drónnal egy orosz tartályhajót vettek célba a Fekete-tengeren. Orosz tisztviselők szerint a hajó léket kapott, de nem süllyedt el, és olajszivárgás sem történt. A vizet kiszivattyúzták. A támadásban senki sem sérült meg. Mária Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a támadásra reagálva azt mondta, az ukránok veszélyeztették a legénység életét és kockáztatták, hogy környezeti katasztrófa történjen. A kijevi rezsim új terrorista módszereket alkalmaz, és ezért nem ítéli el egyetlen nyugati ország vagy nemzetközi szervezet sem, tette hozzá. Kijev azzal érvelt, hogy miután az ilyen különleges műveleteket Ukrajna felségvizein hajtják végre, azok teljesen legálisak. Eközben éjszaka hatalmas tűz ütött ki az egyik egyetemen az oroszok által ellenőrzött kelet-ukrajnai Donetszk városában. Helyi tisztviselők szerint a lángok az ukránok támadása után csaptak fel az épületben. Kigyulladt az egyetem egész tetőszerkezete, az ukránok kazettás bombákat használtak, állította a Donetszki Népköztársaság vészhelyzeti minisztere. A Reuters független forrásból nem tudta ellenőrizni a részleteket. Az Egyesült Államok múlt hónapban kazettás bombákat küldött Ukrajnának, ám Kijev megfogadta, hogy azokat kizárólag orosz katonai célpontok ellen veti be. Eközben szombaton Szaúd-Arábiában béketárgyalások kezdődnek az ukrajnai háború lezárásáról. A kétnapos megbeszélésen 30 ország, köztük Ukrajna is részt vesz. Oroszország nem képviselteti magát a találkozón. A Kreml szóvivője annyit mondott, hogy Moszkva távolról figyeli a fejleményeket.